Az ember jelleme, önmagában a sorsa is, köszöntöm Önöket, az Életvitel következő adását látják, és Hérakleitosz idézetével kezdtem, hiszen a mai nap folyamán egy olyan témával fogunk foglalkozni, amit ez az idézet szerintem tökéletesen átfog. Dr. Pénzes Marianna a vendégem, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám. Én köszönöm a meghívást. És hát azért te már évek óta ezzel a témával foglalkozol, az önismeret témájával, a személyiségfejlesztés témájával, és való igaz szerinted, hogy az ember jelleme önmagában a sorsa is? Azt gondolom, hogy ezek az aranyigazságok végül is igazságok, hiszen sok-sok évvel ezelőtt fogalmazták meg. Valóban az embernek nagyon sok olyan tulajdonsága van, ami befolyásolja az életét. Azt persze tudni kell, hogy ezek a tulajdonságok fejleszthetők. Nagyon sokat szoktunk beszélni arról, hogy hogyan lehet boldognak lenni. Hogy ez tanulható, vele született. Nyilvánvalóan erre 100%-os bizonyítékok nincsenek, de azt látjuk, hogy vannak emberek, akik valahogy természetesen tudják a boldogságukat megtalálni, és vannak, akik hát sötétebb szemüveggel néznek a világra. De ez a sötét szemüveg eldobható és fejleszthető. Ha az ember önmagát jól ismeri, és egyre jobban meg lehet ismerni saját magunkat, akkor talán az életünket is könnyebbé tudjuk tenni. Azt gondolom, hogy sokan hallottak, vagy talán ismerik a Johari ablaknak nevezett, pszichológiában jól ismert képletet, ami arról szól, hogy van a személyiségünknek egy olyan része, amit mi jól ismerünk, és mások is jól ismernek. Hát, hogy milyenek vagyunk, hogyan működünk a világban, milyen tulajdonságokkal bírunk. Van, akinek ez a része az ablakának egészen kicsi, és van, akinek egész tág, ez attól függ, hogy milyen tapasztalatai voltak, milyen kapcsolatai vannak egyáltalán, hogyan éli meg saját életét a világában, vagy a nagyvilágban, és ugye ennek az ablaknak van egy olyan része, amiről mi talán keveset tudunk, de mások jól látják. Ilyen például, hogy feszült helyzetben hogyan viselkedünk, mondjuk tekergetjük a hajunkat, nem tudom, a kezünkkel csinálunk valamit, a testtartásunk milyen a hangunk, mondjuk köhécselünk közben. Tehát, hogy vannak jellegzetességek, amik talán nekünk fel se tűnnek. Ha a videóról visszanéznénk magunkat, akkor lehet, hogy meg is lepődnénk. Ezeket mások jól látják, vagy mások ismerhetik a mi néhány olyan tulajdonságunkat, amit mi nem tudunk, vagy nem akarunk talán felismerni. És ennek az ablaknak van egy része, amit úgy hívunk, hogy vakfolt. Ugye erről beszéltem, amit ugye mi nem nagyon ismerünk, de mások látják. Van egy terület, amit nem akarunk megmutatni. Valószínű azért, mert félünk, vagy nem vagyunk biztosak abban, hogy az a tulajdonság jó benyomást kelthet például. Egyébként lehet, hogy büszkék lennénk rá, de nem akarunk ezzel kérkedni például. És van egy terület, ami tulajdonképpen egy sötét folt, tehát mások és mi sem látjuk. Tehát, hogy ugye a személyiségünknek nagyon sok olyan része van, ami befolyásolja a mi életünket. Mi tehetünk arról, hogy mekkora az az ablak például, amit mások látnak, és tehetünk arról is, hogy bővítsük ezt az ablakot, tehát mi is többet tudjunk meg magunkról. Hogyan működünk, hogyan viselkedünk, milyenek a kapcsolataink, mi abban hogyan tudjuk fejleszteni ezeket a kapcsolatokat például. És arról is szól, hogy hogyan tudjuk nézni a saját életünket, a körülöttünk lévőket és egyáltalán a jövőnket, a múltunkat és a jelenünket. Szóval, hogy az életünk azt gondolom a mi kezünkben van bizonyos szempontból. Számodra mit jelent az önismeret? Hogyha meg kellene fogalmazni, akkor mit tartanál a leglényegesebbnek önismeret alatt? Én azt gondolom, hogy tehát az önismeret nekem azt jelenti, hogy ismerem az erősségeimet, a gyengeségeimet, és ezzel együtt elfogadom saját magamat. Törekszem arra, hogy a jó dolgok erősödjenek, de tudomásul veszem a tökéletlenségemet is. Én azt gondolom, hogy egész életünk arról szól, hogy egyre jobban megismerjük magunkat, hogy fel tudjuk vállalni azokat a helyzeteket, amelyekben jól vagy rosszul tudunk teljesíteni, és hogy a tapasztalatainkból tovább tudjunk lépni, vagy tovább tudjunk fejlődni.
Azt gondolom, hogy ez az elfogadás egy nagyon fontos eleme az önismeretnek, és a változni akarás, vagy a törekvés. Ugye coachként is dolgozom időnként, és abban az elég jó, ez egy ilyen kulcsszó, hogy az elég jó megoldást keressük. Tehát, hogy az elég jó, az elfogadható legyen. Tehát, hogy tökéletes soha nem leszek, nyilvánvaló. Tehát, hogy a tökéletlenségemmel vagyok teljes, és ezt így hajlandó vagyok el is fogadni. Másrészt az is eszembe jutott, hogy elég nehéz megismerni önmagunkat teljes mértékben, hiszen ma már tudjuk azt, hogy a tudományos pszichológia foglalkozik az önismerettel természetesen, és ők azt mondják, hogy három szintet lehet megkülönböztetni. Az egyik és az első szint ez, amiről beszéltél, hogy tisztában vagyok önmagam képességeivel, adottságaival, tudásommal, fejleszthetőségemmel, stb. És az árnyoldalaimmal is természetesen. A második szint, hogy a környezetem hatásaival is tisztában vagyok, és még egy magasabb szint, amikor már azzal is tisztában vagyok, hogy hogyan viszonyulok a társasági létemhez, a közösségemhez, vagy akár a társadalomhoz is, hogyha szélesítjük a kört, és ezt a hármat összefogni nagyon nehéz, hogy mindegyikben valamilyen szinten, vagy valamilyen szintig eljussak az ön megismerésben. Hát ez egy út. Az út az mindig egy kicsit göröngyös, hogy erről sokat szoktunk beszélni, hogy milyen az utam. Tehát, hogy egyenes, soha nem egyenes, ebben mindig vannak kacskaringók. Nekem mindig a Popper Péter könyve jut eszembe, a Belső utak könyve, ami talán az egyetemen nekem egyfajta biblia volt, és nagyon sokszor olvastam, amiben van egy ilyen rövid szöveg, hogy kinézel az ablakon, és mit látsz? Egy utcát? Nem, ez egy út. Egy út, ami valahová vezet. Tehát, hogy az egész életünk vezet valahová. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy képesek legyünk megélni a mindennapok élményeit. Tehát nem mindig a múlton rágódjunk, és a jövőre koncentráljunk, és a jövőn gondolkozzunk, hanem éljük meg a jelent. Ugye ez is egy újfajta pszichológiai irányzat, a jelen megélése, és erre tanítják az embereket mindenféle tréning keretében, és előadások, és könyvek, és filmek szólnak erről, hogy képesek legyünk megélni a jelent, mert különben, ha mindig a múlton és a jövőn rágódunk, akkor elszalad az élet alólunk. Tehát, hogy az út, ez egy fejlődés. Születésünktől a halálunkig változunk. Tanulunk, kapcsolataink vannak, ezeket elveszítjük, újraépítjük, meg tudunk magunkról dolgokat bizonyos helyzetekben. Ha ezek a helyzetek megjelennek, akkor láthatjuk, hogy működünk. Ha ezek a helyzetek nem történnek meg, akkor bizonyos oldalunkat nem fogjuk megismerni. Hogy például egy vészhelyzetben hogyan reagálunk. Ha ezt nem próbáljuk ki, akkor ezt így nagyon nehéz kitalálni. Ugye erre nagyon sok kísérlet van, hogy vészhelyzetben hogyan működnek az emberek. Segítenek-e másoknak, vagy egoista módon csak a saját kis körükre figyelnek, és a saját előnyeiket veszik számításba. Az emberek jó része azt mondja, hogy segítene. Aztán, ha ilyen helyzetbe kerül, kiderül, hogy lehet, hogy mégsem. Tehát időnként érdemes keresni adott esetben ezeket a helyzeteket, és megtapasztalni, hogy képes vagyok-e megtenni azt, amit egyébként elvárok másoktól, hogy rajtam segítsenek adott esetben, tehát tudok-e én is segíteni. Ugye egy kicsit most átkalandoztunk egy másik területre, ugye van a Hősök Tere projekt, ami pontosan arról szól, hogy légy hős a magad hétköznapi formájában, és ez is az önismeretről szól. Meg tudok-e állni, van-e bátorságom, figyelembe tudom-e venni azokat a lehetőségeket, amire én képes vagyok, és ismerem-e magam annyira, hogy ezt meg tudom tenni. Adok-e bizalmat magamnak ehhez a képességhez, vagy ehhez a lehetőséghez? Azt gondolom, ez mind az önismeretről szól. Ha valaki bezárkózik, beül négy fal közé, valószínűleg önmagáról is keveset fog megtudni. Ki kell menni ahhoz egy közösségbe, és abban mozogni. Kellenek kapcsolatok, ki kell építeni a bizalmat, és időnként csalódni kell. Ez is erről szól, hogy ismerjem meg magam, hogy képes vagyok csalódni. Ugye a csalódásról sokan azt mondják, hogy nem is akarok kapcsolatokat építeni, mert majd csalódni fogok. Én pedig azt gondolom, hogy ha csalódok, akkor azt jelenti, hogy volt valami elvárásom, és volt olyan, ami sikerült. Most nem sikerült, levonom ebből a tapasztalatokat, hogy nem az, hogy mit rontottam el, hanem
Min lehetett volna változtatni, vagy nézhetem ezt más szemszögből, tehát egy csalódásból is lehet tanulni, és lehet fejlődni. Volt esélyem arra, hogy megismerjek valakit. Hát legfeljebb ez nem az volt, amire készültem. Szerinted ezzel a fajta önfejlesztéssel foglalkozunk eleget? Egyik oldalról nagyon sokat foglalkozunk. Hát most, ha egy internetes keresőbe beírjuk, hogy önismeret, önbizalom, siker, boldogság, és stb. Ezeket a kulcsszavakat, 100 000 millió idézet és referencia fog megjelenni. Rengeteg könyv jelenik meg, én is nagyon sokat el szoktam olvasni, és egy idő után rájövök, hogy tulajdonképpen mindegyik ugyanarról szól praktikusan. Természetesen vannak könyvek, amiket én is szeretek elővenni, és újra elolvasni. Tehát, hogy végül is a lehetőség adott, csak igazából ezek mindig olyan külső dolgok, amikben mi nem vagyunk benne. Tehát én elolvashatom, hogy hogyan legyek boldog, teljesen jó, sőt meg is tanulhatom, fel is írhatom a falra, de ha ezt nem kezdem el csinálni, akkor igazából nem történik meg a csoda. Nagyon egyszerű dolgokon lehet változtatni, és azt gondolom, hogy nem kell azonnal a tökéletességre törekedni, hanem el kell kezdeni. Tehát, hogy lehet, hogy nem fog sikerülni, de legalább megpróbáljuk. Szóval, hogy erre van lehetőség. Nagyon sok tréning van, tehát, hogy el lehet menni ilyen csoportokba, lehet erről olvasgatni, lehet erről beszélni, lehet gyakorolni, és nem feltétlen kell mondjuk sok pénzt rááldozni, hogy mondjuk egy drága kurzusra valaki elmenjen. Nagyon egyszerű eszközökkel is lehet az önismeretet, vagy a készségeinket fejleszteni a hétköznapokban. Tehát lehet ezen az úton járni, és lehet akkor tudatosan gondolkodni erről ezek szerint, mert hogy az ilyen... Muszáj. Igen. Muszáj. Ez lenne a lényege, és hogy ezeknek az önismereti tréningeknek, és ezeknek a csoportoknak, kurzusoknak, ahol ezt meg lehet tanulni, vagy erről lehet hallani, ha nem is el lehet teljesen sajátítani ezt készségszinten, ez lenne a lényege, hogy e felé a tudatos gondolkodás felé irányítsa az embereket. Nyilván van, a döntésnek meg kell születni, hogy akarom jobban csinálni az életemet. Szülőként, diákként, tanárként, vállalkozóként, párként, tehát bármilyen szerepünkbe az életünkbe. Beszélgethetünk egy filmről például, és tulajdonképpen ez is szólhat az önismeretről, hogy hogyan látom én azt a világot, amit mondjuk egy filmben mutat. Beszélhetünk eseményekről. Azt gondolom, a legfontosabb ebben az egészben az, hogy képesek legyünk elfogadni magunkat és másokat. Ugye az erőszakmentes kommunikációról például nagyon sokat szoktunk beszélni, hiszen nagyon sok esetben ez a szó-szót követ, tett-tettet követ, és azonnal kész a konfliktus, és aztán a krízis. Tehát, hogy el tudjuk-e fogadni a másikat, tudunk-e nyitottak lenni, tudjuk-e tisztelni a másik véleményét, és tudjuk-e érteni? Meg tudjuk-e érteni, természetesen, tehát, hogy érthetően kell kommunikálni, és ez mind a két félre igaz. És el tudjuk-e fogadni azt, hogy mi pedig egy másik oldalon, vagy egy másik szemszögből látjuk a világot. Tehát ez a fajta elfogadás, az empátia, ugye a beleérzés képessége, a tisztelet, a nyitott és egyértelmű kommunikáció. Tehát egy csomó olyan készség van, amit lehet, hogy gyakorolunk is. Csak nem nevezzük így. Tehát nem azt mondom, hogy most én üzeneteket küldök feléd, és erőszakmentes kommunikációt gyakorlok, hanem azt mondom, hogy én így látom a világot, és kíváncsi vagyok a te véleményedre. Meghallgatom, és utána azt mondom, hogy értem a te álláspontodat, de azt gondolom, hogy mégis az enyém közelebb áll a valósághoz. Ez a mindennapi kapcsolatok szintjén is lényeges, illetve hogyha tovább megyünk, akkor bizonyos szakmákban pedig elengedhetetlen, hogy ezeket ismerjük. Hát mondhatjuk azt, hogy például egy vezetőnek nélkülözhetetlen, hogy képes legyen jól kommunikálni, de hát ugyanez szükséges egy tanárnak, vagy egy szülőnek, és ugye mi foglalkozunk nagyon sokat fiatalokkal, akár általános iskolásokkal, vagy kisebbekkel, meg lehet tanítani, hogy kell beszélni a másikkal, hogy kell értékelni saját magát egyáltalán, hogyan kell élni egy jobb emberi életet, egy jobb életminőséget.
nagyon egyszerű dolgokon múlnak élethelyzetek és konfliktusok sok esetben. Van egy életkészség tréning, illetve program, azt kell mondanom, több mint 10 éve Magyarországon fut, egyébként mások is vannak, nagyon sok jó tapasztalatokkal és sok sikerre, csak egy egyszerű példa, például, hogy ez a figyelmes hallgatás. És azt mondtuk a szülőknek, hogy próbálják ki, menjenek haza, és a kamasz gyerek, amikor elkezd mondani valamit, ne az első mondat után reagáljanak és mondjanak valami dörgedelmes igazságot, hanem várjanak 5 percig. És 5 perc után foglalja össze, hogy mit értett meg abból, ami elhangzott, és utána mondja el a saját véleményét. És amikor visszajöttek a résznők, és azt mondták, hogy csoda történt, mert hogy végül is nem is azt akarta mondani a gyerek, amit az első mondat után úgy gondolta, hogy arra már reagálni is kell. A másik, hogy sokszor beszélgetünk, és akkor jár az agyunk, hogy mit is kellene kérdezni, mit is kellene mondani, mit is kellene csinálni a következő fél órában, tehát hogy igazából nem figyelünk a másikra. És akkor hogyan szeretnénk megismerni a másikat? Tehát hagyunk-e időt a másiknak megismerni, mi magunkat itt is, és hagyunk-e időt magunknak, hogy megismerjünk másokat. Tehát ezek azt gondolom, hogy olyan alapvető dolgok, amire azt mondjuk, hogy nem is beszélünk róla már, hogy ez természetes. És mégis azt látom, hogy időnként figyelmeztetni kell egymást és magunkat is. Persze, hogy ezekre a dolgokra figyeljünk oda, mert hogy sok minden múlik rajta. Van néhány kártyád, amit hoztál nekem, ezt milyen alkalmakkor szoktad használni, megmutatod ezt nekem? Természetesen. Ez egy Izraelben kidolgozott eszköz, amit posztraumás stressz szindrómában szenvedőknek dolgoztak ki, tehát aki természeti katasztrófa, háború, családi krízis, vagy ugye sajnos nem ritkán népirtás után voltak, és ezekkel az emberekkel nagyon nehéz kommunikálni. Ugye én is sokszor dolgozom olyan csoportokkal, ahol valóban az írás-olvasás tudás, vagy egyáltalán a nyelvi kommunikáció akadályozott, vagy olyan a helyzet, hogy túl nagy a távolság a beszélgető partnerek között, és akkor azt látom, hogy például a művészeti eszközök, tehát ilyen lehet a zene, a film és a képek is, ezek segítenek elindítani beszélgetést. Ezek terápiás fotók, ebből csak néhányat hoztam, és tulajdonképpen bármilyen szituációban lehet a képeket használni, akár otthon is, mondjuk előveszünk egy családi képet, és akkor azt mondjuk, hogy milyen emlékek jutnak eszedbe ezekről a képekről, és elkezdhetünk beszélni, segíthet feldolgozni régi eseményeket, problémákat, fájdalmakat. Ugye ezek a képek, mondjuk például elkezdünk beszélgetni, készülünk a mai napra, akár együtt is dolgozunk, tehát ilyen szituációban is lehet, és egyébként az eredeti csomagban 60 darab kép van, ebből csak néhány van itt, és azt mondom, hogy gondolj a mai napra, ami előtted áll, feladatok, kihívások, programok, esetleg nehézségek, bármi, gondolj el, és válassz egy képet, ami hozzád most legközelebb áll, ami jelent most számodra valamit. Mindenképpen van egy szó is, tehát játszhatunk úgy is, hogy a szavakat letakarjuk, és akkor utána megnézzük, hogy milyen szó jut eszedbe, vagy itt van a szó rajta, és is a szóval együtt nézheted a képet, amikor kiválasztottál egyet, most megkérlek, hogy válasz egy képet, ami ebből a néhányból talán hozzád közel áll. Egyet? Egyet. Egyet, jó. Tehát egy kis lány a konyhaasztalon ül egy haberővel a kezében, igen. És valami étel készülhet majd. Igen, és akkor elkezdünk arról beszélni, hogy mi jut eszedbe erről a képről, miért ezt választottad, milyen érzések, érzelmek keltődtek, vagy jöttek létre benned a kép hatására. Gondolj arra, hogy mi történik a képen, mi történt néhány másodperccel előtte, utána, ezek a színek jelentenek-e számodra valamit, előhoznak-e olyan élményt, ami számodra fontos, és ez hogyan kapcsolódik a mai napodhoz. Szóval, hogy ezekről a kérdésekről elkezdünk beszélni. Ez egy nagyon egyszerű szituáció most. Tehát, hogy miért ezt választottam? Most igen. Ez a kérdés.
Nekem a kisgyerek az mindig a kikapcsolódás, és már a munka végét jelenti, elég zsúfolt napom lesz, és szerintem már erre vágyom. Tehát ez volt az első, ami így szembeötlően ez megfogott, vagy megkapott, és hogy így a mai napra vonatkoztatva. Csak ugye ennyi. Lehet még egy ilyen gondolat is, hogy képes vagyok rá. Tehát, hogy megpróbálom. Még nem biztos, hogy fel vagyok teljesen készülve, de hogy igen, már most fogom a haverőt, és valami lesz, valami lesz. Igen. És hogy a lehetőségek ott vannak. Nem baj, ha nem lesz tökéletes. Tehát, hogy számtalan plusz-plusz gondolat jöhet. Tudunk úgy játszani, hogy választasz három képet, egy a múltról, egy a jelenről, egy a jövőről. És akkor ezeket a képeket rakjuk sorba. Tudunk olyat csinálni, hogy rakd össze az életutadat, válasz 3-4 képet, például, ha egy csoportban dolgozunk. Főleg egyébként ők azt mondják, hogy ismerik egymást, mondjuk egy munkahelyi csoport. És akkor összeraksz 4-5 képet, és elkezdesz beszélni arról, hogy mit a gyerekkor, a fiatalkor, akár a munkahely. Vagy munkahelye kapcsolatban, például ha munkahelyre gondolsz, választasz egy képet. És ha egymást figyeljük, néha olyan érzések, érzelmek, gondolatok jönnek elő, amikre nem is gondoltunk. Tehát bennem is létrehozhat felismeréseket, de ezek a képek például az önismeretre nagyon fontosak. Ez az aha élmény. Aha, tényleg, hogy volt egy olyan mozzanat, vagy gondolat, vagy érzés. Adott esetben néha lehet, hogy azt így becsomagoltam, és mélyre raktam, mert fájdalmas volt, vagy valami nem sikerült. És ebben az egészben a kép segít. És akkor azt mondom, hogy én úgy érzem, hogy neked még ez a kép mit hoz elő. Szóval, hogy például a képek rengeteg szituációban használhatók, és oldják a feszültséget, mert azt mondom, beszélj magadról. Hát van, aki erre kész, és órákig tud mesélni magáról, tehát ilyen is de van. Aki nem és van, aki ez erre. A, most mit mondjak, hogy jót, vagy rosszat, vagy mit fog rólam gondolni, ha én azt mondom, hogy én erre is, arra is képes vagyok. Azt mondja, hogy egy nagyképű alak. Ha nem mondok semmit, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy. Szóval, hogy számtalan kérdés felmerülhet, de most tulajdonképpen egy képről beszélünk. Így van, és nem róla, és nem az ő életéről. Ami rólad szól. Igen. Csak tehát, hogy én más választottam volna, más látok igen. A képen, más gondolok róla. Igen. Tehát, hogy ezek ilyen eszközök, és ilyen lehet sokszor egy-egy film. Sokszor használok például filmeket tréningen, és megnézzük a filmet, és elkezdünk beszélgetni róla. Mit gondolsz, mit jelent számodra, milyen érzések voltak közben, te mit tettél volna, melyik szereplő volt szimpatikus, és miért. És például ez is segít megismerni magamat, hogy miért pont az volt nekem szimpatikus, mi volt benne, ami megfogott. Mert azt is tudom, én is tudom, vagy ő pont olyat tud, amit én nem. Az önismerethez egyébként még nagyon sokat segíthet, olyan helyzetekbe kerülünk, ami szokatlan. És ezt kereshetjük is. Tehát megmérettetni magunkat. Nem kell ettől félni. Tehát menjünk olyan szituációba, jó, nem feltétlen kell katasztrófa helyzeteket keresni. Nem tudom, vagy ilyen nagyon veszélyhelyzeteket, de hát tudjuk, hogy egy ilyen szokatlan helyzet az mindig egyfajta stressz. Ugye erről is szoktunk beszélni, hogy a stresszről mi jut eszünkbe. Rögtön valami rossz, hát valami rossz, pozitív. Pedig a stressz, igen. Találkozunk egy számunkra kedves emberrel, főleg az ember fiatal, ugye az első találkozás a lányjal vagy a fiúval, hát a stressz, izzad a tenyerünk, felszad a pulzusunk, melegünk van, hidegünk van, kinek hogy, ugye izgatottak vagyunk. Na, de hát ez egy teljesen jó dolog. Vagy bekerülne az első munkahelyre. Tehát, hogy ez egy izgalmas, de stressz. Ugye erről sokat szoktak beszélni, hogy milyen stressz helyzetek vannak. Kirepülnek a gyerekek, gyerek születik, a házasságkötés. Tehát egy csomó olyan jó dolog, ami egyébként jó. És kérdés, hogy ezt hogy tudjuk megélni. Nyereségként, vagy veszteségként, vagy ez tényleg a rossz stressz szituációja. Ilyen esetekben is például családban is sokat tud segíteni mondjuk ezekkel a képekkel, de ezek a képek lehetnek ilyen készen készül speciális fotók, amit sokféle vizsgálat alapján teszteltek, hogy ez valóban olyan gondolatokat kelt, ami hasznos lehet mondjuk egy ilyen katasztrófa helyzet után, de ha otthon összegyűjtünk különböző képeket,
tulajdonképpen arról is elkezdhetünk beszélni, az is segíthet. Szóval ezeket a kártyákat nagyon sok szituációban lehet használni, stresszoldásnál, konfliktuskezelésnél, és hát a személyiségfejlesztés nagyon sok részénél. Nagyon szépen köszönöm, Marianna, hogy eljöttél hozzám. Köszönöm és szépen. Szerintem legközelebb fogjuk ezt a témát folytatni, hiszen van ebben még annyi, hogy érdemes lesz. Köszönöm szépen még egyszer. A nézőknek a figyelmet köszönöm, legközelebb egy hónap múlva találkozunk. Viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.